Marosvásárhelyen vettek részt közös edzőtáborban Románia és Szlovákia felnőtt férfi vízilabda válogatottjai. Szombaton a két csapat hivatalosan is jegyzett mérkőzést játszott, a meccset Románia együttese 20-8-ra nyerte. Az olimpiai úszoda átadásának késése miatt a marosvásárhelyi Vikentelepi úszoda sátorban edzettek egy hétig közösen Románia és Szlovákia férfi vízilabda válogatottjai. Mindkét együttes az augusztus végi Spliti Európa-bajnokságra készül. Bogdán Rát edző elmondta, a szlovákokkal együtt végzett edzések jó mutatója annak, hogy hol is áll most a csapat. Felkészülési ciklus közepén vagyunk. Készülünk az Európa-bajnokságra. Nagyon sokat edzünk ebben az időszakban. Nem csak a medencében, hanem teremben, gimnasztikával, erőgépekkel. Az Európa-bajnokságig még van egy hónap, így a Szlovákia elleni barátságos meccsen érdekel az eredmény is. Sokat tanulhatunk belőle. Románia válogatottjának egyik oszlopos tagja a nagyváradi Vancsik Levente is, aki röviden elmondta, miről is szól az edzőtábor. Hétfőn érkeztünk meg, délután volt az első edzésünk. Szerdán jöttek meg a szlovákok, azóta közös két kapun veszünk részt velük. A találkozó maga végül nem hozott sok izgalmat, Románia 20-8-ra nyert Szlovákia ellen. A Spliti Európa-bajnokságon Románia igen erős csoportba kapott besorolást, Spanyolország, Németország és Hollandia ellen próbálkozhat meg a továbbjutás kivívásával.